Szeretettel köszöntök mindenkit a Magyar Termék Nonprofit Kft. Mesterművek üzleti klubjában. Meglepődtem pozitív értelemben, mint ti mindannyian, mert aki ide bejött, mindenki azt mondta, hogy hát ez egy csodálatos hely, és hogy találtátok, és hogy itt vagyunk. Szerintem ez most egy kis meseország, egy kis varázslat ez a terem is, amiben bent lehetünk. Úgy tekintsetek rá, hogy ezt teljesen egyénre lehet szabni, ami körülöttünk van, amit ezeken a LED falakon láttok. Úgyhogy nagyon örülök, hogy itt vagytok, tehát házas az esemény. Tudjátok, hogy ez a mesterművek, ez a legújabb típusú eseménysorozatunk, és tavaly kezdtük el ennek az építését. Nagyon jó úton halad, kifejezetten nektek, cégvezetőknek, tulajdonosoknak találtuk ki mind a szakmai tartalmat, illetően mind a felépítését tekintve, és az a célunk, hogy ugye magyar termékek népszerűsítése, a tudatos hazai fogyasztás ösztönzése, az ne csak arról szóljon, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy ellenőrzött, megbízható magyar termékek kerüljenek a vásárlók asztalára, hanem ők azt is megértsék, hogy ezzel hazánkban működő vállalkozásokat, a ti cégeiteket támogatják, munkahelyeket őriznek meg, fellendítik a hazai gazdaságot, és amikor mi itt vagyunk egy ilyen eseményen veletek közösen, akkor azt szeretnénk, hogy egy nagyon jó üzleti közösség alakuljon, és hogy úgy építsük ezt a csapatot, hogy ezeket a céljainkat is segítsétek, hiszen azt gondoljuk, hogy a célok és az érdekek is közösek. Nagyon szeretném megköszönni az Agrárminisztériumnak és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatnak a támogatását, mert nélkülük ez az esemény ilyen formában is itt biztos, hogy nem jöhetett volna létre. Úgyhogy ezúton is köszönjük szépen. És mielőtt elindítjuk, egy nagyon fontos technikai információ, innen, ebből a teremből ételt és italt nem lehet kivinni a külső térbe, erre légy szíves, figyeljetek, de azt már tudom, hogy óvatosan meg lehet majd fogni, simogatni a szobrokat, tehát hogy ez a viaszbábukat, ezt már megtudtam. Ez volt a másik kérdésem. De visszatérve, akkor a szakmai blokk következik, és én szeretném is felkérni a nyitó köszöntő beszéd megtartására Nobilis Márton élelmiszergazdaságért és agrárszakképzésért felelős államtitkár urat, hogy tartsa meg a köszöntő beszédét. Jó reggelt kívánok! Először is én szeretném megköszönni Eszternek, hogy a szívén viseli a magyar élelmiszeripart és a magyar termékeket, hiszen a agrárium nem csak a gazdaság egyik motorja, hanem a vidék fenntartója és a jövőnk egyik legfontosabb záloga. Az élelmiszeripar pedig az agrárium csúcsa, a csúcsterméke. Talán azt is mondhatjuk, hogy mesterművek is kerülnek ki a magyar élelmiszeriparból, úgyhogy egy nagyon méltó helyen vagyunk, és egy méltó módon tudjuk ezt a üzleti reggelit megtartani. Én azért is hálás vagyok Eszternek, mert ő akkor kezdte el ezt a gondolkodást, amikor ez még annyira nem volt központi téma. De a magyar kormány 2010 óta abszolút központi témának tartja azt, hogy magyar élelmiszert, és a háború és a Covid pedig felhívta a figyelmet arra, hogy rendkívül fontos az, hogy szuverén magyar élelmiszeripar lehessen, hiszen ez a szuverenitásunkat erősíti abból a szempontból, hogy élelmiszerre minden nap és minden körülmények között szükségünk van. Én úgy gondolom, hogy elindultunk egy olyan irányba, hogy a magyar élelmiszeripar egy óriási kiugrás előtt áll, hiszen soha nem látott támogatások, most már nem csak szóban jelentek meg, hanem beadott pályázatokban is, hogy a számokra lefordítsuk a kis élelmiszeripari pályázatra, amire körülbelül olyan 15-20 milliárdnyi pályázatot vártunk, 54 milliárdnyi pályázat érkezett be, a nagy élelmiszeripari pályázatra, amire olyan 200 milliárdot vártunk, több mint 600 milliárdnyi pályázat érkezett be. Ez egy rendkívül jó hír, azt mutatja, hogy van miből válogatnunk, és komoly verseny lesz. Amúgy összességében 750 milliárd forintnyi támogatást fogunk odaadni, ami azt jelenti, hogy 1500 milliárd forintnyi új projekt jelenik meg az élelmiszeriparban. Ennek nagyon rövid időn belül láthatónak is kell lennie, de Dávid szokott mindig mélyebben belemenni a
számokba utánam, és ő szokta megmutatni, hogy ez valójában a bankok és a piac szerint mit jelent, de én úgy gondolom, hogy ez egy óriási lehetőség az élelmiszeriparnak, egy óriási felelősséggel is, hiszen ezt az 1500 milliárd forintot ezt úgy kell elköltenünk, hogy olyan üzemek és olyan gyárak jöjjenek létre, amik termékpályák szerint gondolkodnak, termékpályákat emelnek ki, és azokban a termékpályákban nem csak arra leszünk képesek, hogy ellássuk Magyarországot, hanem arra is, hogy exportálni is képesek legyünk. Azt kell látni, hogy ma körülbelül a cégek 5%-a az, aki exportál, és ez körülbelül a bevételek 80%-át viszi el. Itt én szeretném, hogy ennek az 1500 milliárd forintnak legyen egy olyan hozadéka, hogy ez tágul, ez az olló nyílik, és nagyobb arányban tudnak a cégek exportálni. Mindig az a legnehezebb lépés, amikor a kicsiről a közepesre, és a közepesről az a még nehezebb, a nagyra ugrunk. De ha nincsenek nagy cégeink, akkor képtelenek leszünk arra, hogy valóban versenyképesek legyünk, már pedig a versenyképességünket erősíteni kell, fenn kell tartani a már meglévő piacokon a versenyképességünket. Vannak húzó ágazatok, most nem szeretnék egyet-egyet kiemelni, mert csak sértődés van belőle, hogy kit felejtek ki, de hála Istennek ma már azért van több olyan cégünk, aki Európában is és a világon is komolyan versenyképes. Bízom abban, hogy ezek a találkozók, ezek még jobban felhívják a figyelmet arra, hogy egyébként keressük is ezeket a termékeket. Keressük azért is, mert ezek a mi ízvilágunkhoz igazodnak. A mi élelmiszereinkből és a mi biztonsági rendszerünkön keresztül kerülnek megvalósításra. És keressük azért is, mert ezzel támogatjuk a magyar gazdákat, akikkel mégiscsak egy szövetséget vállaltunk, és értük dolgozunk naponta, illetőleg felelősséggel is tartozunk értük, hiszen ők voltak azok, akik minden időben a magyar társadalomnak, a magyar embereknek élelmiszert biztosítottak, az állatoktól kezdve, az állatok takarmányozásától kezdve addig, hogy a mi asztalunkra elkerül. Úgyhogy én büszke vagyok arra, hogy ez az 1500 milliárd forint, ez most került kiírásra, és nagy reményekkel nézek a jövőbe olyan szempontból, hogy ez 1500 milliárd forint, ez jó helyre fog kerülni, egy biztos jövőt biztosít az élelmiszeriparba, és hogyha az élelmiszeriparnak van egy biztos jövője, az azt jelenti, hogy a magyar agráriumnak is van egy biztos jövője. Azt látjuk, hogy azok az országok sikeresek agrárium tekintetében, ahol sikeres élelmiszeripar is van mellette. Ez a végtermék, ez a csúcstermék, mégiscsak alapvetően ezért dolgoznak a gazdák, úgyhogy én remélem, hogy a mai nap is egy ünnepnap lesz, egy szép alkalom arra, hogy megbeszéljük azokat a dolgainkat, amik vannak, és jó előadások után egy szép kiállítást is megnézhessünk, ami Európában és a világon is több helyen van ez a kiállítás. Úgyhogy köszönöm, Eszter, még egyszer, hogy ezt a szíveden viseled, és hogy megszervezed sok erőt, és reméljük, hogy még nagyon sokszor fogunk találkozni. Köszönöm szépen, jó szórakozást! Nagyon szépen köszönjük államtitkár úr megnyitó beszédét. Sajnos, ahogy mondta, nem fog tudni velünk túl sokáig maradni, de nyilván, hogyha lesznek kérdések, akkor a kapcsolat megvan, és tudunk egyeztetni. Mai nap témája a befektetések a szokásokon túl, ebben fogtok szakmai előadásokat hallani, és egy olyan információ van, ami sajnos ma reggel derült ki, hogy egyik előadónk, Tóth F. Zoltán, a Freyer Galéria tulajdonosa sajnos lebetegedett, ezért ő nem fogja tudni megtartani az előadását. De a többiek itt vannak, úgyhogy meg is szeretném rögtön kérni Hollósi Dávidot, az MBH Bank Agrár és Élelmiszeripari Üzletág ügyvezető igazgatóját, hogy tartsa meg előadását. Mielőtt ugye Dávid itt van nagyon közös, mielőtt elindul, technikailag egyébként szeretnénk titeket is bevonni, és egy kis interaktivitásra hívni, ezért már jól ismeritek a Mentimétert, és szeretném, hogyha a QR kódot beolvasva letöltenétek, illetve ott láttok alatta egy kódot, a kóddal lehet majd belépni,
és válaszolni a kérdésre, mert hogy Dávid előadása arról fog szólni, hogy mennyire lehet jó befektetés a gyümölcsös és a szőlő ültetvény, biztos, hogy csak a föld az értéke valójában, és ő még mielőtt ebbe az előadásba belekezd, és hogyha ti le tudtátok tölteni, le tudtátok, sőt, már föl is, már látjátok is a kérdést, de akkor felolvasom. Szeretném, hogyha válaszolnátok erre, hogyha gyümölcsösbe vagy szőlő ültetvénybe fektetnétek, akkor mi lenne a legfontosabb szempont a számotokra? És akkor nagyon interaktív, mert látjuk is rögtön a válaszokat, hogy hogy gondoljátok, aztán majd meglátjuk, hogy hogy gondoljátok az előadás után. Termőföld ára, fajta hozama és kereslet, éghajlati viszonyok, piaci értékesítési lehetőségek. Itt ez a fajta hozam és kereslet, és a piaci jói fajta hozam és kereslet. Úgy látszik ez a nyerő, illetve a piaci értékesítési lehetőségek a következő. Nagyon szépen köszönöm. Dávid, szerintem közben érkezhetsz. Köszönöm, Eszter. Tisztelettel köszöntöm a mai üzleti klub résztvevőit. Eszembe jutott egy olyan érdekes kis gyerekkori történet. A rendszerváltozás környékén olyan 11 pár éves lehettem, amikor hazaértem az iskolából, és anyukám sírt az ágy szélén ülve, és nem tudtam, hogy mi a probléma. És az volt a probléma, hogy édesapám földet vett. Egy keveset, nem olyan sokat, de földet vett. 6000 forintért vette aranykoronáját. És anyukám azért sírt, mert hát itt szétesik a magyar élelmiszeripar, szétesnek a TSZ-ek, a termelés, ugye a szüleim azért alapvetően ebben dolgoztak. Nem tudjuk, hogy mi a jövő, átalakul az egész világ, és nem lesz mit enni a gyerekeknek, te meg földet veszel. Aztán eltelt 20 év, egyszer szüleimnél voltam egy látogatáson, együtt néztük a híradót, ott valamilyen kimutatás arról szólt, hogy a föld ára 30 év alatt 30-40 szeresére növekedett, és akkor édesanyám leszúrta édesapámot, hogy miért nem vettél több földet, én megmondtam neked. Úgyhogy a föld egy nagyon érdekes befektetési eszköz, és hoztam is egy ábrát arra vonatkozóan, hogy bemutatja az aranyhoz, a budapesti tőzsdének a részvényindexéhez, és az általunk készített lakásindexhez képest a földár növekedését 2007 óta. Ugye, mint mondtam, 1990 óta 30 kötőjel 50 szeresére növekedett a földár, és ez egy nagyon egyenletes növekedés mutat. És látjuk, hogy a föld tényleg az egyik legjobb befektetésnek bizonyult, viszont óriási kérdések vannak abban, hogy hogyan tovább ebben. Ugye magát a termőföldet a világ egyik, ha nem a legfontosabb fundamentumának tekinthetjük, gyakorlatilag minden azon van, a Földön helyezkedik el, és gyakorlatilag a világtörténelmet, ha megnézzük, a háborúk emiatt törtek ki, mert a Földeken lehet ásványkincsekhez hozzáférni, a Földeken lehet telepíteni, a Földeken lehet ipart létrehozni, és még sorolhatnám. És ma már elég komoly befektetési portfólióknak a részét is képezi. Ugye azt szokták mondani, hogy a 10 felé osztjuk a befektetéseinket, akkor az egyik biztosan termőföld legyen. Ha jól emlékszem, Mark Twain mondta azt a kis apróságot, akkor megkérdezték, hogy mibe fektessék a pénzüket az akkori tőkések. Annyit mondott, hogy vegyenek földet, mert már nem gyártják. Tehát valószínűleg egyre értékesebb lesz. És ez alapján nagyon érdekes adat, naponta 180 hektár termőföldet vonnak ki a művelésből, Európában. Naponta 180 hektárt. Lakóparkok, utak, gyárépületek, mi egymás javára. Ez könnyű kiszámolni, hogy ez 50-60 év alatt teljes Magyarország területének a kivonását fogja jelenteni. Tehát ez is azt predesztinálja, hogy a föld egyébként egy nagyon jó befektetés. De ha megnézzük a jelenlegi piaci adatokat, és ugye szeretek eltérni az előadásom címétől, ugye a gyümölcsös meg a szőlő a nagy kérdés, ki fogok arra is térni az előadás végén. De ha a szántóföldeket nézzük, akkor azt kell látni, hogy Magyarország termőterületének, vagy területének a fele, az igazából mezőgazdasági termőterület, és az erdőket nem számítom, akkor 45%-a szántóföld. Magyarul egy elképesztő nagy erősségünk a szántóföldi növénytermesztés, ugye ez ott a húzó ágazata az egész magyar agráriumnak
az elmúlt évtizedekben, nem kismértékben annak köszönhetően, hogy az Európai Uniós támogatások többsége a szántóföldi növénytermesztésbe áramlott. Ez alapján létrejött egy zárt gazdálkodói kör, akik 30-40 hektártól egészen több ezer hektárig gazdálkodnak, részben saját maguk birtokolják a földeket, részben bérlik más tulajdonosoktól. Ez egy kicsit a támogatási rendszer eltorzította a földárát. Miért? Erről írtunk nem is olyan nagyon régen egy jó tanulmányt, mert a földbérleti díj és a földhozama nagyon szépen beleárazódott a földnek az árába, és ez az egyenletes növekedés ezzel összefüggésben is van. Viszont az elmúlt években történt egy óriási hatás, amit mi agrárközgazdászok évek óta mondtunk, már a tanáraink is mondtak a 90-es években, 2000-es évek elején, ha egyszer Ukrajna ide jön a termékeivel, ha egyszer megnyílik az ukrán termőföld, akkor abban a pillanatban Európa nagyon nagy bajba lesz. Miért? Azért, mert 50 millió hektár termőföldjük van, például a mi 5 millió hektárunkkal összefüggésben, érdemes ezt nézni. És olyan termőpotenciál van, hogy teljesen abszurd dolog, hogy a legjobban hozzáférnek azokhoz a műtrágyákhoz, ami a termelésed ma már nélkülözhetetlen. Viszont olyan humusztartalom van a földön, több méteres csernyozdom talajokról beszélünk, több méteres humusz, ami az évmilliók alatt, ugye a sztyeppéken az elhalt növényi részekből kialakult, hogy konkrétan tápanyag utánpótlás nélkül képesek elképesztően jó hozamokat elérni. A mostani szerencsénk az, hogy a hozamaik még alacsonyak, a miénknek körülbelül egyharmada. Ha ez eléri azt a szintet, amit Nyugat-Európa és Magyarország tud, akkor gyakorlatilag egész Európát képesek lesznek élelmezni. És a háborúkra utaltam az elején, több háború, a napóleoni és a II. Világháború például az egyik fő célja volt, hogy az ukrán termőföldekhez hozzáférjen az aktuális politikai, gazdasági elit. És kinyitnám azt a témakört, hogy Ukrajnát mondjuk mindig a nagy veszélyforrásnak. Kérem szépen, megjelent Oroszország. A klímaváltozásnak köszönhetően a tundrák elkezdtek felmelegedni, és a tundrát elkezdték az oroszok feltörni. És meg érdemes megnézni a statisztikai adatokat, hogy mennyi gabonát állítanak ma már erő, és viszik a világpiacra. És nagyon nagy mértékben azokra a piacokra viszik, ameddig mi beszállítottunk, például az észak-olasz tészta gyártásnak az egyik és alapanyaga, illetve a közel-kelet észak-afrika élelmezésének az egyik fő forrásává vált. És ezek a tundrák pihent földek, ott szintén elmondható, hogy éveken keresztül képesek lesznek akár utánpótlás nélkül, tápanyag utánpótlás nélkül is jó gazdálkodni. De ha a földet értékeljük szakmailag, akkor alapvetően két értékelési tényezője van. Az egyik a hozam alapú. Ezt gondolom nem mondtam újat, minden befektetést, üzleti befektetést érdemes hozam alapján értékelni. Ugye Magyarországon van ez a 4,5 millió hektár termőföld, igazából elképesztően egyszerű betésszerkezetünk van, ennek a 80-90%-án 5 növényt termesztenek, ez pedig az őszi búza, az őszi árpa, a kukorica, a napraforgó és a repce. De óriási kérdéseket vet fel a klímaváltozás, mert ezen földeknek körülbelül 3%-át tudjuk öntözni. Ez nagyjából a nullával egyenlő, ezt nagyon bealudtuk. Erre nem volt állami, nem volt gazdasági program, hogy ezt fejlesszük, hogy viszont a klímaváltozás itt van, majd fogok mondani pár érdekességet e kapcsán is. Tehát gyakorlatilag a normális, konvencionális szántóföldi növénytermesztésben óriási kérdések merültek fel, de a lényeg az, hogy a hozam alapú értékelés az nem kizárható ebből a kérdésből, ha valaki földbe szeretne fektetni. A rossz hírem az, hogyha valaki ezt most meg szeretné vásárolni a földeket, 30-40 év alatt megtérülésre ne számítson. Tehát igazából a befektetés ilyen szempontból, ha valaki, ugye mi bankosok azt mondjuk, hogy azt a beruházást érdemes megcsinálni, ami 7, maximum 10 év alatt megtérül. Ami ez e fölött van, az már egy teljesen más motivációs kérdés. És akkor itt hoznám a földnek a másik nagyon fontos értékelési megközelítését, ez pedig a pénzzel hasonlatos kincsképző funkciója van. Tehát látjuk azt, hogy a nagy befektetők, vagy akik már a pénzükkel nem tudnak mit kezdeni, bocsánat, nagyon gyakran nyúlnak a termőföld felé. Ugye sok mindent elmondtam már erről. Már nem gyártják, nem lesz belőle több.
minden ahhoz köthető, minden azon van, úgymond. És ugye az élelmezést, azt kinyitnám, amit ugye államtitkár úr is hangsúlyozott, hogy végre a magyar élelmiszeripar fókuszba került, nagyon vártunk már erre. És a mezőgazdasági vállalkozóknak mindig azt mondom, hogy nagyon szurkoljanak az élelmiszeripar fejlődésének, mert azt a rengeteg árut, amit egyébként mi félkész vagy nyersanyagként kihordunk Európába, azt itthon fel fogjuk tudni dolgozni. Minden második gabonaszemet például elviszünk Európába, és feldolgozottan hozzuk vissza, kenyérként, tejként, húsként, és még sorolhatnám, chipsként, vagy akármi másként. Tehát a lényeg az, hogy a földértékelésnél a hozamalapú értékelés nagyon fontos az élelmiszeriparnak a szerepe. Ha mi vizsgáljuk az elemzéseinknél azt, hogy melyik ország milyen hozzáadott értéket képes képezni az agráriumban, akkor mindig az élelmiszeripart hozzáveszünk, és a kettőt egyben nézzük. Tehát azt nézzük, hogy egy hektár termőföldről mekkora hozzáadott érték képződik egészen a csúcs termékig, ugye magáig az élelmiszeripar termékéig, sőt, ha nagyon szélesen akarjuk nézni, akár a kiskereskedelmet is ide vehetjük. És ez alapján például Hollandiához képest, amit azért, hogy mondjam, nagyon elhúzott mindenkitől, tízszeres lemaradásban vagyunk. Tehát óriási potenciál van. De még egyszer mondom, a termőföldek árába egy fejlődő élelmiszeripar bele fogja árazni a képességét, mert az a világ elmúlott, az a 30 éves modell, amit 90 óta hajtunk, hogy a szántóföldi növénytermesztés csak félkész terméket állít elő, és ebből boldog 2000 család Magyarországon, ez a modell továbbiakban nem fenntartható, mert nem fog működni, mert kinyílott a világpiac, és egyszerűen agyonnyomja a magyar termékeket. Csak néhány ábrát hoztam tényleg. És ha mégis valaki úgy dönt, hogy földet venne, akkor számoljon azzal, hogy ez azért nem egy olyan befektetés, amit beteszek a széfbe, vagy beteszek a garázsba porosodni, és egyre növeli az értékét, és a spekulációnak mondjuk teret adok, hogy majd valami miatt többet ér, mert kevés van belőle és ritka. Én mindig azt mondom, hogy a mezőgazdaság ez egy életforma. Tehát ezt választani kell. És van lehetőségünk bérbe adni a termőföldet, amit meg tudtunk vásárolni, de valójában nem tudom, hogy itt lévők mennyire kötődnek az ágazathoz, mennyire ismerik, azért Magyarországon termőföldet venni nagyon nehéz. Tehát egy fő maximum 300 hektárt vehet, és olyan szigorú földtörvény szabályozás van, hogy helyben lakónak kell minősülni, agrárvállalkozónak kell minősülni, szakirányú végzettséggel vagy gyakorlattal kell rendelkezni, és még sorolhatnám, hogy ez mekkora feladat. Egy termőföld részlet parcella megvásárlása akár egy évig is elhúzódhat. Ugye ki kell függeszteni, a helyiek elővásárlási joggal élhetnek, stb. Ez nagyon macerás dolog. És hát ugye kapcsolódik a földhez egy olyan felelősség is, mert ebből nagyon kevés van, és ezt a földet el lehet rontani végletesen, aminek sajnos jelei vannak, a földek kizsákmányolásának, van-e felelősségünk a földdel kapcsolatban, és meg kell felelnünk annak a nemzetgazdasági vagy nemzeti érdeknek, hogy a földet megfelelő kultúrállapotban is minőségbe tartsuk, és ne degradáljuk le. Sajnos ezt a nagyüzemi gazdálkodás az elmúlt sok-sok tíz évben erőteljesen megtette. Ugye ennek az ESG szabályozási rendszernek egy óriási eleme és támadási felülete maga a mezőgazdaság, és pontosan arra vonatkozik, hogy az üzleti modell, amit végzünk, ez a monokultúrás tevékenység, ez nem fenntartható, és a földjeinket végletesen ki fogjuk zsigerelni és zsarolni, és ezt a továbbiakban ugye nem tehetjük meg. Ami nagyon fontos, hogy a mezőgazdasági vállalkozók többnyire nem saját tulajdonú földeken gazdálkodnak. A 90-es évek elején, amikor a földek a kárpótlással és utána való tranzakciókkal tulajdonosokra találtak, akkor nagyon sok olyan befektető van, aki valójában egyáltalán nem kötődik az ágazathoz. Ezeket a dolgokat egyáltalán nem kell figyelembe vegye, csak szeretné az évi bérleti díjat megkapni. Az évi bérleti díj egyébként az körülbelül a területalapú támogatástól indul, az évi 70 000 forint per hektár környékén van. Az átlag magyar bérleti díjköltség az körülbelül ide tehető. És azt akarom ezzel mondani, hogy évi 200 milliárd forint áramlik ki a mezőgazdaságból a földtulajdonosok felé,
és igazából nem a mezőgazdaságba épül be és hasznosul. Ez egy nem magyar, hogy mondjam, jelenség, ez a világban nagyon sok helyen így van. Például az Egyesült Királyságban szinte minden föld a királynői, és 100 évre lehet tőle bérelni, megvásárolni nem lehet. És ami nagyon fontos a mezőgazdaságban, ha mégis valaki ebbe fektetne, az pedig az, hogy elképesztő nagy a volatilitása ennek a befektetés hozamának. Miért? Mert a világpiaci árak, ugye commodity terméket állítunk elő. Talán a zöldség, gyümölcs nem tekinthető annak, tőzsdei terméknek, de például a búza, kukorica, a napraforgó repce, a tej, a sertéshús, ennek tőzsdei piaci árai vannak. Ennek a mennyisége és a elérhetősége az óriási mértékben befolyásolja a hozamunkat. De visszatérünk a földre, ha már itt tartunk, akkor azt kell látni, az időjárás egy másik óriási tényező, és ez a cikcak vonal, amit gyakorlatilag a kibocsátás volumenindexen mutat, a nemzetgazdaság egészéhez képest, tehát más üzleti, ipari befektetésekhez képest, mutatja azt, hogy milyen hihetetlen eltérő éveket tudunk produkálni. Ezért egyébként a megtérülést úgy értékeljük, hogy évek átlagában, legalább 5, de lehet, hogy 10 év átlagában kell értékelni. A mezőgazdaságot egy évben nem szabad értékelni. Például 2022-ben egy akkora asszály volt Magyarországon, ami 1000 milliárd forintos kárt okozott az ágazatban. Gyakorlatilag visszaesett, annyira visszaesett a teljesítménye, hogy voltak gazdálkodók, akik nulla árbevételt értek el úgy, hogy egész évben tették a földbe az input anyagot. A vetőmagot, a műtrágyát, növényvédőszer, nevelték a növényeket, gépekkel mentek, és a végén az asszály elvitt mindent, mert nem tudunk öntözni. Tehát egy nagyon kockázatos befektetésnek is értékelhető a föld ebben a tekintetben. És hogyha valaki mégis földet szeretne venni, akkor felmerül a kérdés az, hogy mennyit vegyek. Mennyiért és mennyit vegyek. Van egy nagyon kis termőföldindexünk, amiben évente kimutatjuk a tranzakciós adatok alapján, kiegészítve a mi hozam számításainkkal, hogy mennyibe kerül Magyarországon egy hektár termőföld, és hol van annak a megtérülése, ugye erről beszéltem. Egyébként átlagban 2-3 millió forintért már egész jó kis földeket lehet venni Magyarországon, a szerencsénk van. De vannak olyan területek, például a debreceni Lösszhát, ami Európa legjobb földjeit jelenti, csak sajnos nagyon kevés van belőle, ahol 6-7-8 millió forintot is elkérnek egy hektár termőföldért. Én emlékszem, 10 évvel ezelőtt volt a kezemben egy olyan szerződés, ami 180 hektár 1 milliárd forintért kelt el. Van, aki jónak látta be befektetni, már akkor sem értettük, hogy ezt hogyan fogja kitermelni, de valószínűleg a kincsképző funkció jött be, és a családi vagyont, amit megtermelt másból, az betette a földbe az illető. Szokták kérdezni a bankba más társterületi kollégák, hogy nálunk vannak-e startupok az agráriumban. Hát nem tudom, hogy egy startup mit jelent pontosan, mert sok fogalom meghatározás van rá. De az én nézetemben azt jelenti, hogy valami nagyon pici szellemi befektetéssel nagyon gyorsan a cégérték óriási növekszik, aztán ki lehet belőle szállni egy exittel, de a mezőgazdaság nem ilyen. Aki ezt elkezdte, azt csinálja, koncentráció van az ágazatban, azért, mert a földeknek a minimális birtok határa, inkább aztán üzemméretek minimális birtok mérete, az egyre inkább növekszik, mert csökken a jövedelmezősége az ágazatnak. Pár évvel ezelőtt azt mondtuk, hogy 100 hektárból meg lehet élni egy családnak, most már ez nem igaz, 300 hektárból kell megélni, vagy lehet megélni, de lehet, hogy 500-ból, és lehet, hogy nem sokára 800 vagy 1000 hektár lesz ez. Gondoljuk végig, most valaki ebbe belevágna, akkor szüksége van mondjuk, akkor alapítsunk egy 300 hektáros céget gyorsan, fejben. Az azt jelenti, hogy mondjuk egy 3 milliós földárral akkor 900 milliót elő lehet húzni földvásárlásra. Ezt fel kell gépesíteni, szállító tárolót kell létesíteni, és csak a szántóföldi növénytermesztésnél tartottam. Ha tovább lépünk, mondjuk gyümölcsös létesítünk, támrendszerrel, alanyokkal, öntözéssel, jéghálóval, fagykárvédekezéssel, hűtőházzal, milliárdokról beszélünk abban a pillanatban. Tehát ebben az ágazatban két megoldás van, vagy családi alapon gyorsan megvettünk egy csomó földet, és kibéreltünk hozzá még valamennyit, ez az A verzió. A B verzió az, hogy valamilyen más iparágból annyi pénzt keresünk, hogy azt mondjuk, hogy a portfóliunk bővítésére létrehozunk egy agrárvállalkozást. Ha azt jól csináljuk, akkor pár milliárdból még csináltunk hozzá egy jó kis élelmiszeripari feldolgozó üzemet is. Tehát, hogy itt nem úgy nőnek a szereplők ebben az ágazatban, hanem rettenetesen csökken a számuk. Ez igaz a szántóföldi növénytermesztésre, a gyümölcságazatra meg végképp, mert az egy nagyon elhivatott ágazat, és ugye egy óriási problémával nézünk szembe, hogy bár a klímaváltozás akár még segíthetne is picit
halkan mondom, az alternatív gyümölcsök termesztésén, de az, hogy minden évben van egy fagyos hajnal, amikor a virágok elfogynak a gyümölcsösbe, ha nem védem, ez konkrétan az egész évi befektetésemet elviszi. Tehát a gyümölcsös, nem véletlenül Magyarországon teljesen visszaszorult, nagyon-nagyon tőke és tudásigényes ágazatnak minősül. Ugye beszéltem itt ennek a közgazdasági összefüggéseiről, ugye a cash flow és hozamalapon értékeljük a földet, ugye ott a beruházási igény, operációs költségek, ugye személyi költségek, tőkeköltségek és a profit elvárásom is megjelenik. A klímaváltozás is említettem mindegy tényező az értékelésnél, hát és a támogatási rendszer. A támogatási rendszer az Európai Unióban, amikor létrejött a 60-as években, akkor az azért jött létre, hogy az akkor iparosodó Európa háború után felszívta a munkaerőt, és az emberek elhagyták a földjeiket, elmentek a városba dolgozni, iparosok lettek. Ne menjenek el, és a földeket műveljék, Európa élelmiszer önellátó legyen, ezért támogatási rendszert hoztak létre, és az fejlődött vissza. Tehát egyre inkább biznisz alapú az agrárium, agribiznisz kérdés. Mondok egy példát, 10 évvel ezelőtt a magyar termelési költségek 1/3 fedezte a 70 ezer forint terület alapú támogatás, most 1/7 fedezi, egyre kisebb hányadát. Tehát a forgóeszköz igénye is megnőtt az ágazatnak, és nyilván ez is belárazódik a föld árába, ami egyébként az első ábrán látszott, hogy elkezdett megállni, és nem növekszik tovább. Ennek többek között ez az oka. És hát a hazai mezőgazdasági teljesítmény sajnos 2/3 támogatásból származik, ez a rossz hír, és pontosan azért, mert félkészen visszük piacra a terméket, nem pedig élelmiszert állítunk belőle elő. És akkor menjünk tovább még egy gondolat erejéig az állattenyésztésre és a kertészetre. És itt az üvegházakról még nem beszéltem, ami egy óriási sztori. Én szerintem, ha valaki ma befektetni akar az ágazatba, az üvegházat építsen. Hihetetlen potenciál van benne. Magyarországon kb. 300 hektár korszerű üvegház van, de ezzel talán sokat is mondtam. Hollandiában több 100 000. De egy a lényeg, hogy a fogyasztói szokások és a klímaváltozás eltolja afelé az ágazatokat, hogy érdemes bevinni zárt tartásba, zárt előállításba az élelmiszerek előállítását, lásd broiler csirke, lásd hajtatott paprika paradicsom. Erre nagyon komoly kereslet van, és viszonylag jó megtérüléseket lehet elérni, főleg, ha egy támogatási programból bele tudunk vágni. Az üvegháznál az egy probléma, hogy kb. 5-10 hektár az, amit érdemes létrehozni. A hektárja kb. 1 millió euró, és még, de inkább 2. És akkor még kell hozzá egy furkutat létesítenem, tehát szintén egy nagy beruházásnak tekintető, de egy 50%-os támogatással egy jó bankhitellel egész jó megtérüléseket fogunk látni. És hát két érdekesség így a végére, így a hely szelleme körbenézek, minden a szőlőket és bortermű ültetvényeket látok. Mindenképpen tegyük hozzá, az ágazatnak erőteljes része a szőlőbor ágazat, ha befektetésben gondolkodunk. Na itt aztán tényleg megjelent a befektetői tőke. Tehát ma a sikeres borászatok a világban és egyre inkább Magyarországon is olyan nagy tőkések befektetéseiből származnak, akik valamely más iparágból megkerestek egy csomó pénzt, és szerelemből befektetnek ebben az ágazatban. Talán az előző dián volt az, hogy van az a mondás a borászok között, hogy hogy lett milliómos egy borász, vagy előtte milliárdos volt. Tehát a borászat önmagában nem egy jó megtérülés. Az brandet kell építeni. És az a kedvenc témám, hogyha már itt tartunk, önmagában egy termelőeszközbe fektetni, egy céget létrehozni, anélkül, hogy brandet, márkát építsünk, az nagyon, nagyon veszélyes és kockázatos dolog, ez az én véleményem. Viszont márkát és brandet építeni nem lehet gyorsan. Elképesztően jó példák vannak erre. Ugye Rothschild mondta azt, hogy egészen könnyű egy borászatot felvilágoztatni és jól csinálni. Az első 300 éve kicsit nehéz, de utána már jól fog menni. Tehát, hogy azt akarom ebből kihozni, hogy a márkához mindig jobban kötődnek a fogyasztóink, és szerintem a hallgatóim most pontosan ezt értik a legjobban, ezt osztják meg, hogy egy olyan kötődést fel lehet ébreszteni az ügyfeleinkben, a vevőinkben, ami egy nem márkázott termék esetében nehéz, és talán is elérhetetlennek is minősül.
És hát ugye ehhez generációk kellenek. És ha befektetéseknél tartunk, és nem spekulálni akarunk és gyorsan meggazdagodni, akkor azt azért szeretném hozzátenni. Magyarországon szerintem egy óriási dolgot, egy hibát elkövettünk az elmúlt 35 évben, az pedig az az, hogy elkezdtünk egy piacgazdaságot építeni, és azt hittük, hogy ez pár tíz év alatt nyugat-európai színvonalú lesz. Hát nem lesz. A mostani vállalkozói réteg, vállalkozói kör, az leginkább 90-es évek ötleteiből született, amelyek vagy túlélték az elmúlt 20-30 év zivatarát, vagy pedig nem, lejárt az időm is, leesek a mélybe, megyek a panoptikumba viaszbábúnak. A gondolatot még befejezem. Szóval el kell fogadnunk azt, hogy generációk kellenek ahhoz, hogy valójában versenyképes vállalkozásokat építsünk fel. Most nem akarok polemizálni azon, hogy a legnagyobb magyar tejfeldolgozó, bocsánat, a legnagyobb magyar tejfeldolgozó az a legkisebb némettel egyenlő, és a tejár azért cikázik állandóan Magyarországon, mert egyszerűen nincs versenyképességünk ennek a feldolgozásában. De ami be is tudnánk brandelni, amit azért páran csinálnak, azért akkor talán előre vinne. Szóval a lényeg az, hogy muszáj elfogadnunk azt, hogy egy generáció alatt nem lehet utolérni Nyugat-Európát. Ezt felejtsük el. Építkezzünk lassan, gondoljunk a jövő nemzedékeire, és akkor azzal zárom a mondani valómat, hogy koki vegyen földet. Hát szerintem az vegyen földet ma Magyarországon, akinek annyi pénze van, hogy szeretne portfóliót bővíteni, és most nem tudja éppen hova tenni. Akinek ráér a megtérülés, aki nem akar 3-4 év alatt abból kiszállni, vagy kivenni, és hát szenvedélye van az ágazat iránt, mert ennélkül nem megy. És mindezek után még annyit elmondok, hogy én most vásárolok pár hektár szőlőt, úgy döntöttem. Biztos megőrültem, de nekem szenvedélyem, mert ez a szakmám. Köszönöm szépen. Hát nagyon szépen köszönjük Dávid előadását. Szuper volt, be is zárult a szőlőültetvény. Most így körülöttünk. Jön a következő témánk, és már látjátok is, hogy újra tudtok véleményt alkotni. Hogyha sikerült betölteni, akkor látjátok is a kérdést, illetve mindjárt mondom is a kérdést. Közben csak szeretném megkérdezni, mert hogy itt elől egyébként egész hűvös van, a kollégáim jelezték, hogy hátul nincs, jól érzitek magatokat? Jó a klíma így a teremben? Jó? Oké, akkor átülök máshova. Jó. És akkor a kérdés. Gyümölcsöst hozza be? Láttam, hogy a technikai csapat erősen nézi a monitort. De már nem. Nektek se? Siker? Átlépett? Szupi. Melyik stratégiai szempontot tartod a legfontosabbnak a tőzsdei befektetéseknél jelen gazdasági környezetben? Diverzifikáció, rövidtávú spekuláció, hosszú távú növekedés, ESG fenntarthatósági szempontok. Szegény fenntarthatósági szempontok. Igen. És hogy miért ez a kérdés? Mert a következő előadás témája értékpapírok, tőzsdei befektetések és a stratégiai lehetőségek a változó gazdasági környezetben. Ehhez szeretném felkérni Móró Tamást, a Concord Értékpapír ZRT vezető stratégáját, hogy tartsa meg az előadását. Közben még alakul még a helyzet, de szerintem nagyjából meg vagyunk. Köszönöm szépen. Én sokkal ezzel tudom lépni. Ezt szerintem tudok váltani. Az megvan, csak itt nem ezt a kis technikai segítség, mert elvileg itt látnád az előadást egy másik. Jó. Fruzsi, egy
Bocsánat, csak egy pillanat. Kis technikai megoldás után. Jó, köszönöm szépen a lehetőséget, és nagyon jó, hogy itt lehetek, mert tényleg azt gondolom, hogy akik itt vannak, azok egy nagyon fontos szeletét képezik a magyar gazdaságnak. Én azt szoktam mondani, hogy mondjuk integrált áramkört lehet venni a világ másik részéről, de élelmiszert nem érdemes, vagy nem szerencsés, azt termeljük meg itt a környéken. Tehát ilyen szempontból nagyon örülök, hogy itt lehetek. Egy picit kinyitnám önöknek azt, hogy mi történik most a világban, mire figyelünk így 2024 végén, mert hogy nagyon izgalmas időszak van több szempontból is, akár hogyha a politikát nézzük, akár hogyha a nemzetközi feszültségeket, akár a gazdaságpolitikai lépéseket, akár azt, hogy itthon milyen nagy változás lesz jövőre, például a gazdaságpolitikában, akkor egy csomó mindenről lehet beszélni, ezt szeretném egy picit kinyitni önöknek. Szóval mire figyelünk 2024 végén? Választások és háborúk gyakorlatilag. Ugye nyilván egy amerikai elnök választás, ami egyébként elég távolinak tűnik, de azért most ebben a mostani helyzetben egy nagyon fontos eredmény lesz Európa szempontjából is. Aztán a közel-kelet olajár kérdése, ugye itt azért ez egy nagyon fontos inputja, ami mindig a világgazdaságnak, mi lesz az olajárral. Szerencsére egyébként elég nyomott termékről van szó, talán keveseknek van meg, hogy dollárban mérve az olajára az olcsóbb, mint 10 éve. Nyilván forintban egy picit más a helyzet, de dollárban nézve ez egy viszonylag stabil áru termék jelen pillanatban. És az a jó, hogyha ez így is marad, amíg át nem állunk teljesen más típusú energiaforrásokra. Kínai verseny, erről majd beszélek egy picit, mert az előző adásban volt szó az ukrán és orosz agrár termék versenyről. Az ipari termékeknél ugyanez jelentkezik csak Kínából, és egy óriási volumenben, óriási sztori ez jelen pillanatban. Elindul a kamatcsökkentés, nyilván ez fontos, nem csak itthon, hanem egyébként a világ szinte minden nagy gazdaságában látjuk ezt, és akkor lesz szó befektetésekről, részvénypiacokról, mesterséges intelligencia sztoriról, és akkor végén Magyarországról egy picit, mi az, ami nagy változás lesz itt nálunk. Na jó, akkor vágjunk bele, amerikai választások. Lehet, hogy távoli, de ezt nem érdemes egy picit foglalkozni. Ugye így néz ki a választási térkép, a piros a republikánus, a kék a demokrata szavazó bázis. Hát látszik, hogy le vannak osztva lapok. Tehát itt a két partvidéken azért az egy demokrata világ. Középen nem meglepő módon nyilván inkább republikánus. És vannak ezzel a drop színnel jelölt ilyen úgynevezett csatatér államok, és igazából itt dől el a választás. Tehát totálisan mindegy, hogy mi történik a kék vagy a piros államokban, ez nem fog megváltozni. Csak az számít, hogy mi lesz ezekben az államokban. Itt egyébként nagyon éles a verseny, és jelen pillanatban a trendek alapján Donald Trump vezet, és ő fogja ezt az elnökválasztást megnyerni majd november 5-én, ami mindössze 3 hétre van már, ugye, tehát abszolút nincs messze. Mik a fő kérdések? Hát egyrészt a kereskedelmi politika, ami Magyarország számára is olyan értelemben fontos, hogy lesznek-e büntetővámok, lesznek-e olyan vám emelések, amelyek minket is érintenek, vagy áttételesen érintenek minket. Ugye két nagy sarokpontja van ennek, az egyik az a Kínával szembeni büntetővámok bevezetése. Itt elhangzik csomó szám, 60%, 100%, és mit jelent ez? Ha Kínával szemben van egy nagyon magas vám, akkor ezek a kínai termékek tudnak más piacokon megjelenni, hiszen lesz egy árufelesleg, ez mindenképpen egy kockázat és egy érdekes helyzet lesz. Illetve az EU-val szemben is a tervek szerint lesz egy általános 10%-os vámemelés. Most ennek a körnek szerintem nem annyira az észak-amerikai export a fő célpont, de azért jó erről tudni, hogy a másik oldalon vámemelésről elvileg nincsen szó. De ami talán még ennél is izgalmasabb lesz, az, hogy mi lesz a nemzetközi politikai felállás ezt követően. Ugye mindig elhangzik, hogy ha a Donald Trump nyer, akkor az ukrán háború egy hét alatt le lesz rendezve, meg fog oldódni. Én azt gondolom, hogy lesz ebben az irányba elmozdulás ebben az esetben. Azt nem gondolom, hogy egy hét alatt, de az látszik, hogy valamikor jövő tavaszra ez az egész kérdés ez eljut egy olyan állapotba, amikor valamiféle tűzszünetnek ebből ki kell rajzolódnia. És nyilván ennek lehetnek, vagyis lesznek is pozitív gazdasági hatásai, akár befektetői oldalon, hogy ez a régió felértékelődik, akár úgy, hogy mondjuk a gazdasági aktivitás átterjed olyan területekre, amelyek most valamennyire visszaszorultak. Ez mindenképpen fontos, és akkor van egy persze egy kínai-amerikai kapcsolatrendszer,
amelyben Magyarország elég érdekes helyzetben van, de erre most azért nem térnék ki, hiszen... De és akkor, ami az olajról szól, még az elejére, ugye itt a globális olajpiacnál egy nagy kérdés, hogy az iráni-izraeli konfliktussal mi történik. Azt kell tudni, hogy van ez a Hormuzi szoros nevű kis része az öbölnek, ahol a globális olajexportnak a 20%-a áthalad. Ha itt valamilyen akadály van, valamilyen probléma van, akkor tényleg el tud szállni az olajár felfelé. Jelen pillanatban nagyon, nagyon rezisztens az egész, tehát nem tudnak emelkedni az olajárak, hiába nő egyre inkább a feszültség a Közel-Keleten. De azért ez mindenképpen egy olyan dolog, amit figyelünk és figyelni kell, mert itt lehet egy probléma ebből. Ugye óriási erők mozdulnak meg annak érdekében, hogy itt ne legyen baj. Két irányból is. Egyrészt az amerikai politikának nyilván nem jó, hogyha az olajára választások előtt felmegy. A másik oldalon meg azok az öbölmenti országok, akik a gazdaságot arra építették, hogy ott minden fejlődik, értve ez alatt Katár, Dubaj, stb., vagy Emirátusokat, hát nekik abszolút nem kell, hogy onnan 100 kilométerre legyen egy óriási katonai konfliktus. Úgyhogy meglátjuk, én azt gondolom, hogy ez kezelve lesz, de nyilván egy kockázat tulajdonképpen mindenki számára. Na és akkor a harmadik érdekes dolog az ez. Ez egy kínai GDP árindex, és mit jelent ez a piros dolog, hogy defláció van Kínában, tehát csökkennek az árak, és most már gyakorlatilag több negyed év óta év per év alapon mínuszos árakat látunk Kínából. Aminek számos oka van, ebben most nem mennék bele, de hát ennek köszönhetően megjelent egy jelentős kínai árudömping számos ipari termék piacán. Ilyen értelemben talán az agrárpiac az nem annyira jelentős, vagy legalábbis nem Kína fő versenytárs, de ez mindenképpen meghatározza azt, hogy milyen kereskedelem-politikai feszültségek alakulnak ki, milyen problémákat kell kezelni, illetve az ipari termékeknél van egy jelentős túlkínálat számos területen. Szerintem Magyarország számára, és hogy beszélek egyébként ipari vállalkozókkal, szakemberekkel, Magyarország számára ott van most mozgástér, ahol a radar alatt vagyunk, tehát olyan kisebb, közepes volumenben termelünk, ami a kínai gyártók számára nem annyira opció, vagy egyébként az EU-n belül jó pozícióink vannak. Tehát az EU-n belül szerintem nincsenek rossz, nem vagyunk rossz helyzetben, de ez a kínai verseny, ez mindenképpen egy figyelendő és egy probléma Európa számára, és egyébként az exportpiacaink számára is. Ugye egy példát hoztam erre, ez a globális akkumulátorpiac nyilván nagyon forró téma, nagyon sokan beszélnek erről. Itt a globális akkumulátorgyártó kapacitás látszik különböző országokra lebontva. Hát nem meglepő módon Kína ebben egy óriási szereplővé vált, és ennél is sokkal nagyobb lesz, hogyha a tervezett beruházások megvalósulnak. Egyébként Magyarország a negyedik, tehát látszik, hogy azért egy nagyon előkelő helyen vagyunk ebben. Szóval a lényeg az, hogy ez a kapacitás, ami ki fog épülni, ez több, mint amennyit fel tud szívni a piac. Tehát itt van egy nagyjából 2-2,5-szeres túlkapacitás, és mit jelent ez? Nyomott árakat, globális árudömpinget. Magyarország versenypozíció ezen a piacon az EU-n belül szerintem versenyképes. Tehát, hogyha az európai gyártókat nézem, akkor Magyarországon ez egy hatékonyan végezhető tevékenység, mindenfajta nyersanyag hiány ellenére is. De azért ez a kínai verseny, ez itt is probléma lesz, főleg azért, mert a piac még nem elég. Tehát itt ez egy ilyen jó példája annak, hogy milyen problémákkal kell szembenézni majd az árazási erőt tekintve az ipari termelőknek. És hát nyilván ez sok más iparágra is érvényes. Úgyhogy vállalkozóként, befektetőként inkább arra fókuszálnék, ahol ez a fajta óriási túlkapacitásból fakadó árudömping nem jelenik meg. És akkor mi történik most a világban? Hát elindult a kamatcsökkentés, ugye lejött az infláció, gyakorlatilag most már a világ nagy régióiban ilyen 2-3% közötti inflációs rátákat látunk. Az amerikai alapkamat 5,5%-ról indult el lefelé, az európai az 4%-ról, elvileg holnap lesz egy újabb eurozónás kamatcsökkentés, ugye elindulunk a 3% felé, és valamikor majd az év végé, bocsánat, a jövő év közepére lehet egy ilyen 2,5%-os eurós alapkamat, ami már azért jóval kezelhetőbb, és hát nyilván egyébként fel tudja árazni a befektetések értékét is. Egy pár lépés így kibontva, Kínában volt egy rekordmértékű kamatcsökkentés, nyilván támogatja az ottani termelőket ebben a helyzetben. Az Európai Központi Bank nehezen indult el, de most már elindult a kamatcsökkentés útján, 2x25 bázisponttal már csökkentettek, ez fog tovább menni, ahogy említettem holnap, és valószínűleg minden ülésen lesz további kamatcsökkentés az év hátralévő részében, illetve jövő év első negyedévében is.
amerikai kamatok, megint csak sokáig várt az amerikai jegybank, aztán utána jött egy 50 bázispontos csökkentés. Ugye azért fontos Amerikával foglalkozni, mert befektetői szempontból azért a dollár és az amerikai piac mindennek az origója. Tehát amikor a magyar állam el akar adni külföldön államkötvényt, akkor nem az európai központokba megy el, úgymond szélzelni ezt a terméket, hanem az amerikai befektetőkhöz. A globális befektetői pénznek a 90-95%-a jelen pillanatban még ott van. Tehát azt, hogy az amerikai dollár mennyire versenyképes kamatot tekintve más devizákkal szemben, az nagyon-nagyon fontos. Hogy csökken a kamat, az nyilván jó a fejlődő piaci, és így a magyar befektetéseknek is, illetve az eszközáraknak. És egyébként még Kínából jött egy jelentős költségvetési élénkítés, ami meg talán olyan szempontból jó, hogy ezt a jelentős kínai árutöbletet fel tudja valamilyen módon majd szívni, legalábbis ez a reménye a többi országban a termelőknek, hogy talán nem lesz olyan mértékű ez az árudömping, mint amilyen mostanában látható. Mindenképpen ez szerintem egy jó dolog a világnak, hogyha ott élénkülés, bővül a fogyasztás, talán még valamilyen export lehetőséget is meg tud ez nyitni. Hát és mi lesz ennek az eredménye, hogyha egy ilyen nagy volumenű gazdaság élénkítés zajlik, akkor azt gondolom, hogy az inflációs mélypontot azt láttuk, vagy látjuk mostanában. Tehát nagyjából az utolsó negyed év lesz az, amikor az inflációs mélypontot elérjük, akár Magyarországon, akár külföldön. És onnan kezdve, ha ezek a kamatcsökkentések mennek tovább, akkor véletlenül egy nem olyan, mint 2022-ben, de egy emelkedő pályán lesz az infláció. Inkább azt mondanám, hogy felmegy ilyen 3-4% köré majd a fejlett világban. Ugye mi most ilyen 3,5 körül vagyunk átlagosan nézve. Azt gondolom, hogy Magyarországon inkább 4% fölé fog ez emelkedni, ami azért nyilván magas, de azért nem olyan, mint amilyen volt. Ez a gazdasági növekedés beindulásának lesz egy mellékhatása, és ez tulajdonképpen egy velejárója. És befektetői szempontból, amit ez jelent, az, hogy valószínűleg a reál eszközök ára az fel fog értékelődni, vagy megnő az ilyen típusú kereslet. Ugye az elmúlt, és majd lesz a végén erről még szó, az elmúlt másfél-két évben ezek a lakossági állampapírok nagyon vonzó kamatokat kínáltak. A jelen pillanatban érvényes kamatszint az 18%, egy extrém magas reál kamat, hogyha ezt az évet nézem, nyilván a korábbi inflációt pótolja csak, de azért 18% egy olyan alternatíva, ami mellett nem nagyon éri meg nagyon mással foglalkozni. Ugye az éves kamatról van szó, és az majd le fog csökkenni, és majd látják, hogy mennyire vagy milyen szinten, ez mindenképpen egy fontos dolog, de ott az egész világban látszik ez. Tehát ez a kamat csökkenés fel tudja értékelni a reál eszközök árát. Ide tartoznak az olyan fizikai javak, mint az említett termőföld, vagy bármilyen agráreszköz, a részvények, ingatlanok, tehát minden, ami úgymond fizikai jószág. Van egy cash flow termelő képessége, egy kisebb nominális és kisebb reálkamat mellett nyilván vonzóbbak ezek az eszközök. Úgyhogy ez mindenképpen várható, akkor, hogyha ezek az élénkítő lépések mennek tovább. Ugye a félelem az ez egy amerikai ábra, mert hogy Magyarországon nyilván nem volt még piacgazdaság annak idején. A narancsága ábra mutatja a 70-es évek amerikai inflációs rátáját, a kék pedig a mostanit. Nyilván a grafikonokat sokféleképpen egymásra lehet tenni, és ebben lehet, hogy van egy kis csúsztatás, de azért valahol a félelem megvan a befektetőkben, hogyha ez a nagy-nagy kamatcsökkentés, mondjuk azt, hogy ész nélkül megy tovább, akkor lesz egy ilyen második körös infláció. Amit viszont azért fontos kiemelni, hogy a 70-es években mind a két esetben volt egy olajválság, egy kínálati sok, tehát eltűnt az olaj a világpiacról, most ez nincsen. Tehát amennyiben nincs ilyen kínálati probléma, akkor azt gondolom, hogy nem lesz ilyen mértékű az infláció emelkedése, messze nem lesz ilyen, inkább valahol ez a 1-2% emelkedés jön. De persze ezek az ábrák azért úgy az embereket néha elgondolkodtatják, úgyhogy ezért is hoztam be. A részvényekről beszélünk, ez egy angol ábra, de szerintem nagyon-nagyon egyszerű a mondandója. Mi történt az amerikai kamatcsökkentés megkezdése után a részvénypiaccal? Most lehet, hogy ez ugrani fog sajnos, úgyhogy vissza kell léptetnem. Ha jött recesszió, akkor estek a részvényárak, ha nem jött recesszió, akkor pedig emelkedtek. Tehát nagyon fontos az, hogy milyen lesz az amerikai gazdasági teljesítmény a következő fél egy évben. Gyakorlatilag a részvénypiaci teljesítmény, mint befektetés, az ennek a függvénye lehet. És akkor picit beszéljünk egy ilyen kis, egy-két sztoriról, ami így érdekes.
mesterséges intelligencia fejlesztés, akkor ugye Vízcsapból is ez folyik, talán az agráriumban kevésbé. De azért azt gondolom, hogy itt sem lesz teljesen megkerülhető. Ugye ez alapvetően jelen pillanatban egy amerikai sztori. Ha a globális beruházásokat nézzük, akkor hát látszik, hogy négy nagy amerikai cég dominálja ezt. Kik ezek? Ugye a Microsoft, az Amazon, az Alphabet lánykori nevén Google, és a Meta Platforms, ugye régenben Facebooknak hívták ezt a céget. Tehát elképesztő összeget öntenek ezekbe a fejlesztésekbe. Ez nagyjából ilyen évi 250 milliárd dollár. Az amerikai GDP-nek majdnem az 1%-a. Csak ez a négy cég ennyit pumpál ezekbe a fejlesztésekbe. És nyilván a cél egyébként ezzel az, hogy a termelékenységben lehessen egy nagyon komoly javulást elérni. Gyakorlatilag megjelenik több százmillió digitális munkahely a világban, akik versenyt támasztanak a hagyományos humán munkaerőnek. Ezáltal a munkaerőköltség nem nő, esetleg még csökken is bizonyos területeken. Nőnek a vállalati profitok, és ezáltal ugye, nő a termelékenység, és egyébként a gazdasági növekedés is gyorsul. Amit ezzel akarok mondani, ez alapvetően egy amerikai sztori, ezért aztán valószínűleg az amerikai gazdasági növekedés erősebb lesz a következő időszakban. Európában meg ugye, szintén sokat hallunk erről, azért a gazdasági növekedéssel vannak problémák, mindenképpen termelékenységet kéne javítani, tehát itt mindenképpen ezen a területen le vagyunk maradva, és az ember befektetőként körülnéz, akkor itt tényleg Amerikára lehet fókuszálni jelen pillanatban. Egy pici kínai egyébként még van, de az nyilván elenyésző. És akkor itt az ESG befektetések felmerültek, ami Európában szinte azt mondanám, hogy a világon a leginkább ESG fókuszú. Ugye mit jelent ez? Van egy környezeti része, ez az E, van egy társadalmi része, ez az S, és a G pedig a governance, tehát hogy a vállalat irányítási modellek megoldása hogyan működnek. Ha ezeket picikét kibontom, akkor ezeket lehet rajta látni. Itt azt látni, és egy nagyon nagy kérdés lesz szerintem a következő időszakban, hogy Európa hogyan kezeli ezt annak fényében, hogy a többi versenytársunk, a nagy régiók, ugye az agrártermelésben egyértelműen ilyen az említett volt Szovjetunió mellett, ha lehet így mondani, Latin-Amerika, ahol ezek a szempontok kevésbé érvényesülnek, bár az EU-nak vannak olyan szabályai, amelyek szeretnék ezeket a régiókat is bevonni ezen szempontok alá. Aztán Észak-Amerikában pont egy ilyen ellenkező irány látszik, tehát hogy versenyképességi szempontból az EU-nak kezelnie kell azt, hogy ezek a régiók nem olyan tempóban haladnak, mint mi. Ezért én arra számítok, hogy itt lesznek jelentős változások. Nem igazán visszalépés, inkább finom hangolás. Tehát, hogy ne hozzuk nagyon magunkat versenyhátrányba más régiókkal szemben. Ezzel együtt az európai gondolkodásban ez szerintem annyira benne van, hogy nem, tehát nem lesz hátraarc, inkább csak egy átalakítás vagy finom hangolás. Befektetési szempontból, igen, hoztam egy ilyen ábrát, ami arról szól, hogy mivel mennyit lehetett keresni az elmúlt 5 évben. Ugye az olajszektort azért raktam bele, mert ilyen nagyon-nagyon szennyező, nagyon csúnya iparágról van szó, bár mindannyian használjuk. És hát látszik, hogy ez az úgynevezett ESG index az amerikai részvénypiacnak, ez tulajdonképpen ugyanannyit hozott, mint az amerikai olajrészvénybe való fektetés. Tehát itt azért Amerikában nem volt olyan nagy különbség. Európában viszont volt, az európai olajszektorban látszik egy lemaradás, egyébként az összes többihez képest is, de az európai ESG részvényindexhez képest is. Tehát Európában ez a fajta gondolkodás jóval markánsabb, és a befektetői agyakban is megjelenik, hogy ők nem igazán tartják ezt vonzónak, vagy legalábbis nem annyira, mint más területeket. Ezt azért európai részvényvételekor mindenképpen érdemes szerintem észben tartani. És akkor beszéljünk Magyarországról, így a vége felé, mert hogy van egy pár dolog, ami mindenkit érdekel, nyilván a devizárfolyam, az, hogy mi lesz a magyar növekedéssel 2025-ben, ugye nagyon sok terve hangzik ezzel kapcsolatban. Ugye bárki, aki figyeli a politikát, azért látszik, hogy van egy elég komoly üzengetés a magyar kormány és a Nemzeti Bank között, aminek van több vetülete, de talán ami a legfontosabb, hogy van két iskola. Az egyik az MNB által képviselt pénzügyi stabilitási iskola, ami arról szól, hogy legyen a forintárfolyam stabil, a hozamok stabilan vagy megfelelően kicsi volatilitással csökkenjenek. És ugye 2022-ben, hogyha mindenki visszagondol rá, akkor volt egy nagyon veszélyes helyzet, hirtelen elszálltak az energiaárak. Ugye a háborúnak az első intenzív szakaszában voltunk,
gázár probléma, és gyakorlatilag éves szinten a magyar külkereskedelmi hiány az akár a GDP 15%-át is elérhette volna, ami gyakorlatilag egy nem fenntartható helyzet, és mi történt? Elindult a nagytételű lakossági devizavásárlás is. Az MNB ettől jogosan egyébként nagyon megijedt, megemelte a kamatokat, sikerült stabilizálni a forint árfolyamát, és egyébként a következő időszakban elindultak lefelé az energiárak. Azt mondanám, hogy lényegében az olajnál mindenképpen, de a földgáznál is közel a háború előtti szinten vagyunk, ott azért feljebb vagyunk valamennyivel. De hogy azért ez a mostani helyzet teljesen más, mint akkor volt, tehát igazából az a fajta óvatosság vagy félelem már nem indokolt. Ezzel együtt az MNB látszik, hogy óvatosan lép, azért, mert valahol mindig kell egy ilyen relatív kamat előnyt tartani a nagy devizákkal szemben, mint például az euró, vagy pláne a dollár, amiről beszéltem. Tehát az MNB erre figyel. A kormány szempontjából pedig a növekedés a fontos. Nyilván ez a legtöbb kormánynak alapvető szempont, fontosabb, mint az árfolyamnak a stabilitása. És ugye azt halljuk, hogy a reálkamatláb túl magas, és tényleg ez a jelenlegi reálkamatláb szint ez kifejezetten magas volt. Ugye ebben mindenképpen lesz változás, az árfolyamnál pedig fontosabb a növekedés. Úgyhogy ez a megy zajlott, és azt gondolom, hogy 2025-re itt lesz változás, lesz egy növekedés élénkítő politika, ráadásul lesz egy új jegybank elnökünk is. Tehát mindenképpen kisebb reálkamatra számítunk 2025-től, aminek több vetülete is van. Egyrészt a reálfogyasztásra, ami nyilván pozitív ebben a körben is, másrészt meg a forint árfolyamra is lehet hatása. A következő ábrán látszik egy forint reál árfolyam, az inflációval ki van tisztítva, és ugye látszik, hogy ez a mostani sárga szint, ez tulajdonképpen ott van, mint 2014-15-ben, tehát annyival magasabb volt a magyar infláció, amennyit legyengült az árfolyam, reál értelemben nem lett olcsó a forint 2014-hez képest. Tehát amikor a kormány erre ránéz, akkor azt mondja, hogy igen, tehát hogy most egy kis árfolyam gyengülés az nem lenne olyan nagy probléma. Nem mondanám, hogy szándékosan kéne gyengíteni, de hogy kibírjuk azt. És én azt gondolom, hogy ebből a helyzetből inkább felfelé tud elmozdulni ez a grafikon, magyarul, hogy egy kis forint gyengülés ebben az értelmezésben belefér. Az, hogy ez lesz-e, azt szerintem annak a függvénye, hogy a nemzetközi monetáris politika és a kockázatvállalás hogyan fog alakulni. Ha ez a nemzetközi kamatcsökkentés megy előre, és továbbra is van valamekkora kamatelőny a forintnál a dollárra, főleg a dollárral szemben, akkor szerintem egy viszonylag stabil forint árfolyam lehet. Hogyha ez egy túlzottan gyors folyamat itthon, akkor ebből jöhet egy pár százalékos forint gyengülés. Számunkra az igazán nagy kockázat az lenne, hogyha az exportpiacaink gyengülnek jelentősen, vagy az input áraink felmennek, tehát az energiahordozók ára ismét felpattanna, de nyilván ezt már láttuk 2022-ben, hogy milyen probléma van. Alapforgatókönyvben nem gondoljuk, hogy ennek kéne következnie. És akkor mit várunk? Hát alapvetően azt, hogy kisebb lesz a reálkamat a világban, ez jó lesz a növekedésnek 2025-ben. Nyilván szektorálisan más és más, de ez mindenképpen egy globális trend. Ez pozitív a részvények és a nyersanyag befektetések számára, és pozitív azok számára, akik a reálgazdaság élénkülésében érdekeltek, nyilván el akarnak adni valamilyen terméket vagy szolgáltatást. Tehát növekedési szempontból szerintem 2025-nek főleg a második fele az mindenképpen hoz majd javulást egyébként itthon is. Ha befektetőként gondolkodom, ez mindig egy nagyon fontos kérdés, hogy milyen növekedésre számítok. Behozom ezt a két régiót, hogy miért érdekes ez. Hát ha a demográfiai folyamatokat nézem, hogy hol nő igazából a népesség, hol van növekedés a világban, az mindenképpen ez a dél-kelet-ázsiai régió. Tehát befektetőként egyébként ez egy érdekes ország, talán piacként is. Ha meg azt nézem, hogy hol van a legnagyobb olcsóság jelen pillanatban az eszközárakat tekintve, az pedig a mi régiónk. Magyarország, Lengyelország, gyakorlatilag ez a közép-kelet-európai régió. Ugye jelen pillanatban a magyar tőzsdén egy átlagos részvényt az éves nyereség ötszörösén áraznak. És ugye ki az, aki az éves nyeresége ötszörösén szívesen eladná a cégét? Van szeg senki. Tehát, hogy tényleg nagyon olcsó ez a piac. Szerintem az egyik ilyen trigger ennek,
hogy ez felárazódjon, az lehet, hogyha az ukrán háborúban van egy elmozdulás. És én nem gondolom, hogy nagy béke lenne, mert ez politikailag nagyjából lehetetlen, de valamilyen tűzszünet felé való elmozdulás mindenképpen tudná ezt támogatni. Tehát ez a mi régiónk, ez nagyon-nagyon olcsó, van, ahol nagyon jó a demográfia, hogy nálunk nem igazán jó, de nagyjából ezekben a régióban keresgélnék így befektetőként a következő időszakban. És akkor ugye részvénypiaci szempontból fontos volt, hogy Amerikából milyen gazdasági növekedést látunk, ez mint részvénybefektetőnek abszolút jó. Az ESG-ről beszéltem egy picit, itt van szabályozói kockázat, de alapvetően hosszú távon az európai befektetéseknél ennek abszolút van jelentősége. És akkor még egy hazai sajátosság meg, hogy miből lesz Magyarországon növekedés a következő időszakban. Ugye volt ez a nagyon magas kötvénykamat, amiről beszéltem az elmúlt egy-két évet jellemezte ez. Ez drasztikusan le fog csökkenni. Gyakorlatilag ott tartunk, hogy egy idei átlagos infláció az nagyjából ilyen 3,7% körül lehet. Ha ezeknek az infláció követő kötvényeknek a kamatszelvényét ennek alapján kiszámolom, akkor az egy a 4,5-4,7% forintban. Ugye erre az ember már nem mondja azt, hogy ez milyen szuper. És akkor indul a gondolkodás, hogy mit kéne kezdeni a pénzzel. Ugye ez a prémium magyar állampapír, ki mit venne ebből? Nagyjából a volumenek úgy néznek ki, hogy lesz, hát ha mindent összeadok, szerintünk egy ilyen 3500-4000 milliárd forintnyi pénz, ami elköltésre vár. Ebből biztos lesz, aki ingatlant vesz, lesz, aki devizát vesz, és abban fektet be, lesz, aki részvényt vesz, és lesz, aki el fogja fogyasztani. Tehát azt gondoljuk, hogy a lakossági fogyasztás is fog élénkülni ennek az óriási kamatfizetésnek a hatására. Ez nagyjából egyébként január vége, február, amikor ez beindul, és akkor utána tud ez majd felpörögni. Ez a 4000 milliárd forint egyébként a magyar GDP-nek nagyjából az 5%-a, szóval jelentős tételről van szó. Úgyhogy erre azért lehet készülni, hogyha másból nem, akkor ebből biztosan lesz fogyasztás. Ennek egy részéből nyilván, hiszen nem fogják az egészet elfogyasztani. Megy majd a befektetési piacra is, szerintem a reáleszközök felé, ingatlan piacon nyilván. Úgyhogy ez azért fogadna egy lökést a hazai, akár annak, aki értékesít a hazai lakosság részére, de a befektetési piacon is egyértelműen meg fog jelenni. És azt gondolom, hogy igen, ezekről beszéltem. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen az előadást, és ahogy ugye említettem, sajnos ez a műtárgyas témánk elmarad, mert hogy az előadó váratlanul, vagy hát reggelre megbetegedett. Viszont van még egy témánk, hiszen itt vagyunk a Madame Tussaud Múzeumban, és azért szeretnénk a házigazda nevében Óhidi Zsuzsannát megkérni, az operációs igazgatót, hogy legyen szíves elmondani, egy kicsit bemutatni a helyszínt, a történetet, és majd a végén ide is lesz egy nagyon izgalmas kapcsolódó kérdésünk. Átadom a szót. Köszönöm szépen, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, mi nálunk. Ki volt már olyan szerencsés, hogy eljött hozzánk látogatóba? Akkor még nem túl sokan, akkor ez egy első alkalom. És egyébként ki volt már más országokban, Madame Tussaudban? Na, ez még jobb, mert akkor fogják látni, hogy a miénk mennyivel szebb és izgalmasabb, mint az összes többi, ami a világban van. Ezt persze nem mondhatjuk ki, ezzel nem reklámoztatjuk magunkat, de azért elbüszkélkedem rögtön az elején azzal, hogy a 23 Madame Tussaud közül nekünk vannak a legkiválóbb Google értékeléseink, 4,8-as értékeléssel rendelkezünk jelen pillanatban. Ha majd tetszik, amit látnak, és van kedvük értékelni minket, akkor legyenek kedvesek megtenni. Köszönöm szépen előre is. Na, szóval én egy kicsit a hátteréről szeretnék beszélni. Nem készültem prezentációval, mert hogy a mi prezentációnkat a termekben fogják majd látni. Ugyanakkor azért van számos téma, amire a magunk módján rá tudunk csatlakozni. Rá tudunk csatlakozni a mesterséges intelligenciára is, ezt majd Petőfinél lesz móduk megtekinteni. Rá tudunk csatlakozni az amerikai elnök választásra is.
de ezt semmilyen formában nem használhatjuk fel jelen pillanatban kommunikációra, de aki nem tudja, ő majd látni fogja, hogy a világvezetői teremben bizony van egy Donald Trump figuránk, úgyhogy lehet vele fényképezkedni. Mondjuk azt is fontos elmondanom, hogy mindenféle politikai megfontolás nélkül van itt, tehát ez semmiképp sem jelent részünkről politikai állásfoglalást. Na szóval visszatérve, Madame Tussaud, hogy is helyezkedik el ez az attrakció a mi cégcsoportunkon belül? Nekünk van egy tulajdonosunk, őt Kreinbacher Józsefnek hívják, több területről lehető ismerős önöknek. Ugye a Metal Hungária Holding építőipari vállalat az, ami a cégcsoport zászlóshajója, a legmeghatározóbb eleme. Ez egy közel 30 éve nagyon-nagyon sikeresen működő vállalat, és sokáig egyedül volt a cégcsoporton belül, és az építőiparban voltunk kizárólag aktívak. Aztán körülbelül 10 évvel ezelőtt fogalmazódott meg a tulajdonosunk fejében, hogy más területekre is kitekint, és ha ő valahova kitekint, azt nagyon komolyan gondolja, és nagyon magas minőségben teszi mindig. Úgyhogy a következő állomás az a Kreinbacher birtok, Kft. Volt Somlóban. Nem tudom, ott esetleg járt már önök közül bárki, Kreinbacher pezsgőt fogyasztott már valaki? Na, szuper, akkor van kapcsolódási pont. Tehát ez volt a következő eleme a portfóliónknak. Ugye itt nagyon magas minőségű pezsgőgyártás és bor készítéssel foglalkozunk, illetve van egy hotel is. Egyelőre ez egy kisebb vendéglátóegység volt, mindössze 15 szobával. Most nem mondom, hogy menjenek el, mert hogy most október végén bezárjuk átmenetileg a birtokot, és bővítésre kerül a szálloda, illetve további fejlesztéseket fogunk végrehajtani. De ugye ez volt az a vállalkozás, amivel már elindultunk a turizmus irányába, és akkor az itt kapott élmények, az itt kapott inspirációk ösztönözték a tulajdonost arra, hogy a turizmusban tovább terjeszkedjünk, és egy nagyon erős vízió mentén tesszük mindezt. Budapest, mint élményváros, magasabb szintre emelése, ez az, amiben gyakorlatilag összefoglalhatóak a törekvéseink, és ehhez körülbelül 5 évvel ezelőtt kezdtünk el keresni egy olyan partnert, egy olyan márkát, amit nem kell magyarázni, és amivel nagyon hatékonyan le tudjuk tenni a névjegyünket ezen a területen. Ez lett a Madame Tussauds. A márkáról annyit érdemes tudni, hogy egy hatalmas szórakoztatóipari vállalat tulajdona, ez a Merlin Entertainment. Nincs egyedül a Madame Tussauds az ő portfóliójukban. Londonban, hogyha a Temze partján sétálnak, akkor a London Eye, a Sea Life, az akvárium, a Shrek, a Legolandek, tehát nagyon sok márka van a portfólióban, ami összefogja ezeket a márkákat, hogy a helyszíni szórakoztatásban érdekeltek, ami ugye ma a mesterséges intelligencia korában szerintem egy elképesztően fontos terület, hogy kapcsolódásokat teszünk lehetővé ember és ember között, szórakozási élményeket szeretnénk teremteni. Jöjjenek ki a házból az emberek, és kapcsolódjanak egymáshoz, tehát minket ez vezérel, nem csak itt a Madame Tussauds esetében, de az összes többi fejlesztésünk esetében. Ugye körülbelül 5 évvel ezelőtt köttetett meg egyébként az a franchise megállapodás, aminek keretében a mai napig működik az attrakció. Ez egy olyan franchise, ami ad egy nagyon erős márkát, de nem volt
nagyon szigorúan meghatározva, hogy mi ebből mit hozhatunk ki. Úgyhogy igen, nálunk is tematikus termek vannak, értelemszerűen a figurák azok kizárólag egy helyen, egy londoni műhelyben készülnek, de a tervezés kizárólag magyar cégek bevonásával zajlott. Egyébként olyan érdekes, hogy a történelem, hogy tud újra meg újra kapcsolatokat létrehozni. Itt ebben az épületben innen indult Magyarország sakk élete. Erre nagyon büszkék vagyunk, itt a sakk olimpián adtunk is ki erről sajtóközleményt, és Erkel Ferenc volt egyébként a sakk egylet elnöke egy bizonyos időben, és az ő egyenes ági leszármazottja, az Erkel Ferenc Kenta úr néven, talán jobban ismerhetik, ő volt a mi díszlettervezőnk. Tehát rengeteg tér őhozzá kötődik, úgyhogy ezek ilyen szívünknek kedves kapcsolódások. És egyébként, amire nagyon-nagyon büszkék vagyunk, hogy rengeteg mesterember került bevonásra itt a kivitelezési folyamatban. Templomi restaurátorok, fafaragó művészek. Úgyhogy ha van erre szemük, meg affinitásuk, akkor nagyon meleg szívvel ajánlom, hogy kicsit merüljenek el a részletekbe, hogyha van erre idejük, mert ami fának néz ki, az nálunk fából van. A címerek aranyfestésére, vagy a pápa ajtajának elképesztő részletességű kidolgozására mind-mind felhívnám a figyelmet. Egy évvel, most már lassan másfél évvel ezelőtt nyitottunk meg. Mindig az a kérdés, amit a legtöbbször megkapunk, hogy hogy kerültek ide ezek a figurák. 4 évvel ezelőtt történt egy nagy piackutatás, ami alapján kialakult egy lista, volt egy ennél sokkal bővebb népsor, amit aztán a Merlin csapattal kellett leegyeztetni. Ugye egy nagyon komoly koordináta rendszere van annak, hogy milyen figura összetételnek kell lenni, hogy kellően diverz legyen, férfi, nő, bőrszín, területek, tehát minden szempontnak meg kell felelnünk. És így jött létre a mi figura szelekciónk. 51 figurával indultunk el, csak hogy így a beruházás értékéről is egy kicsit meséljek. Itt ez egy körül 10 milliárd forint értékű beruházás, amiből a figurák darabja körülbelül 50 millió forintot jelent. Tehát ezek nagyon komoly értéket képviselő figurák. Ez nem véletlen egyébként, hogy őnekik ilyen értékük van, hiszen a megmunkálásukon körülbelül 5-6 hónapot dolgoznak azok a szakemberek, akiket már az említett londoni műhelyben lehet megtalálni. Ugye felmerülhet itt is digitalizáció, használnak-e új módszereket, mennyiben viszik tovább Madame Tussaudnak a 250 évvel ezelőtti viasz figura létrehozási, alkotási folyamatait. Vannak egyébként részei ennek a folyamatnak, ahol igénybe veszik már a modern technológiát, de ez majd, hogy nem csak és kizárólag a szemek esetében, ott indultak el egy modernebb irányba. Egyébként, hogyha kimennek a kiállítás végén, van egy How We Make It terem, ahol egyébként a Palvin Barbara folyamatát, ahogy az ő viaszfigurája megszületett, végig lehet követni. Ugye nekünk 2 élő magyar figuránk van, a Palvin Barbara az egyik, a másik pedig a Hosszú Katinka, úgyhogy őnekik volt szerencséjük megélni azt a folyamatot, aminek a végén aztán itt vannak nálunk ezek a csodálatos viaszfigurák. Másik kérdés, amit mindig megkapunk, Úristen, ő tényleg ekkora? Igen.
Tehát mindenki akkora, amekkorának itt látszik. Volt, amikor itt volt állunk vendégségben a David Beckham viasz figurája, akkor volt egy úriember, aki találkozott vele, valahol interjút csinált, és akkor mondta, hogy hú, úgy emlékezett, hogy magasabb, de aztán rájöttünk, hogy akkor foci cipőben volt nálunk, meg nem, úgyhogy mégis meggyőzöttünk arról, hogy valóban tényleg akkora. Úgyhogy egy nagyon pontos mintavételi folyamattal indul egyébként a figurák készítése, de mindegyről nem is akarok többet mondani, mert hogy ami még érdekesebb, és ezt mindig elő szoktam hozni, hogy ez a márka több mint 250 éves márka, és szerintem itt a teremben lévő hölgyekkel együtt mondhatom, hogy nagyon büszkék lehetünk arra, hogy ezt egy nő hozta létre a francia forradalom idején, azzal szembesülve, hogy a forradalmárok börtönbe zárták őt, mert hogy a királyi családhoz kapcsolódott egyébként több szálon, és a hűségét a forradalomhoz azzal kellett bizonyítania, hogy éjszaka a temetőben a levágott fejek közül ki kellett választania az éppen mondottat, és ezekből a levágott fejekből kellett halotti maszkokat készíteni, hogy aztán azt tudják körbe hordozni a forradalmárok az utcákon. Úgyhogy tényleg egy nagyon izgalmas, érdekes története van. Elképesztő marketing és kommunikációs zseni volt ő a saját korában. Volt idő, amikor legalább akkora jelentősége volt annak, hogy valaki bekerült az ő panoptikumába, mint hogy bekerült-e az újságba. Iszonyatos gyorsan reagáltak, nagyon gyorsan dolgoztak, úgyhogy tényleg elképesztő népszerű volt. De aztán egyébként mégsem Franciaországban alapozta meg azt a márkát, amit a mai napon is ismerünk, hanem 1802-ben tette át a székhelyét Angliába, és ugye ott az a mai napig egyébként a Londonban található Madame Tussauds az a flagship üzlete a márkának. Akkor még ami érdekes, hogy ugye ez egy kiállítás, ez egy múzeum, de mégsem. Mert hogy a múzeumokban nem megyünk közel a műalkotásokhoz, nem érintjük meg a műalkotásokat. Itt ez nálunk nem így van. Mi kifejezetten mondjuk, hogy tessék közel, persze csak kedvesen, tehát mint ahogy egy baráthoz közelít az ember, nem úgy, mint ahogy most volt sajnos egy nagyon kellemetlen tapasztalatunk, hogy valaki a boxkesztyűt másra használta, mint amire kellett volna, úgyhogy ugye a figurák értékét még egyszer így visszaidézve, azért ez egy fájdalmas pont is tud lenni. Meg hát persze, ha használják az emberek, ha közel mennek, ha megnézik a haját, ha megnézik a műszempillát, tehát hogy azért ki vannak téve ezek a mi figuráink mindenféle behatásoknak. De semmi baj, mert hogy van nekünk egy artist csapatunk, őket csak azért szoktam mindig külön kiemelni, mert hogy ez egy nagyon érdekes recruitment folyamat volt, hogy meg kellett keresni azokat a figura karbantartókat, akik egy személyben stylistok, fodrászok, sminkesek, illetve szobrászok is, és minden reggel körbe mennek az attrakcióban, és megnézik, hogy az előző napi látogatók milyen finoman készítették el azokat a szelfiket egyébként, amiket mindenképpen meleg szívvel ajánlunk, hogy készítsenek el. Úgyhogy én erre biztatnám önöket is, remélem van idejük itt maradni nálunk egy kicsit, hogy élvezzék itt a mi tereinket, töltsék meg élményekkel, mert hogy tényleg rettentően sok interaktív elemünk van,
a ChatGPT Petőfi Sándornál ír egy verset, és ki is nyomtatja, rengeteg képernyőnk van, lehet Freddie Mercury-nál meghallgatni a tavaszi szél vizet árasztott, tehát hogy tényleg iszonyú sok izgalom van, és amire még külön felhívnám a figyelmet, és akkor ezzel zárnám a gondolataimat, hogy ugye Budapest, mint élményváros, ezzel kezdtem. Érdemes megnézni, hogy milyen sok területen állítunk, vagy tisztelgünk így a város előtt, hogyha a korzón végigmennek, van Lánchíd, van Bazilika, és ahol befejeződik majd a kiállítás, az pedig a Gellért-fürdő és a Rácz-fürdő leképezései fantasztikus terekben. És hogy a cégcsoport további törekvéseiről is meséljek meg azért, hogy ki, miről lehet még hallani, miért volt ez az első, amivel letettük a névjegyet, remélem egyet értenek majd abban, hogy kiváló módon. Ugye lehet hallani rólunk a sikló építése kapcsán, ez most háttérben zajló folyamatok, de lehet rólunk hallani a negyedik Károly rendezvényhajó kapcsán. Tokajban vannak turisztikai fejlesztéseink, úgyhogy nem unatkozunk, és továbbra is a célunk az, hogy élményt adjunk nagyon magas fokon. Úgyhogy érezzék magukat nagyon jól mi nálunk. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük szépen Zsuzsának, és egy utolsó kérdés, nagyon, nagyon fontos, és nagyon kíváncsiak vagyunk a válaszaitokra, hogy ezek után jó sokat hallottunk a szobrokról is, és akkor lehet, hogy ti már látjátok ismételten, de most már mindenki látja, hogy melyik hírességgel készítenétek fotót, azért adtunk pár válasz lehetőséget, hogy ne bepötyögni kelljen. Kíváncsi vagyok. Freddie Mercury, Hosszú Katinka, Lady Gaga vagy Ferenc pápa. Freddie Mercury, Ferenc pápa. Jó, hát lesz még lehetőség, lesznek más figurák is, és tényleg alakulhat. Ez a sorrend, én nagyon szépen köszönöm. Nem tudjátok? Még kint hagyom, még dumálok egy órát, Zsombor, és akkor hátam betöltődik. De nagyon-nagyon szépen köszönöm az előadóinknak az értékes és tartalmas előadásokat. Remélem, hogy ti is így fogjátok, vagy így értékelitek, hogy hasznos volt. Illetve most, ami következik, az egy technikai szünet, tehát még maradt a reggeliből, tehát nyugodtan lehet még kávét inni, teázni, enni, tehát fogyasszatok egy picit. Itt el lesz zárva egy rész a kabátoknál, ahova akár a táskát is letehetitek majd, és nem kell magatokkal vinni, mert hogy közösen meg fogjuk nézni a kiállítást. És ami fontos, hogy Orsi jön velünk, a profi fotósunk, úgyhogy nyugodtan majd szóljatok neki, amikor egy-egy kedvenc figurával szeretnétek szuper képeket készíteni, mert rendelkezésre fog állni, mi meg természetesen a ti rendelkezésetekre fogjuk bocsátani a fotókat. Úgyhogy a nap hátra levő részére is inkább már azt mondom, hogy jó szórakozást kívánok, köszönöm szépen a részvételt.